Tibi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, és ezzel együtt egy beszélgetésre. Ha kávézol, hogyan iszod a kávét? Feketén vagy fehéren? Köszönöm szépen, és a meghívás. Kávé az csak feketén, és egy kis tejjel és mézzel. Kérjük neked. Köszönöm. Tibi, először is azt szeretném megkérdezni, hogy veszélyes gyerekkort éltél? Kellett rád figyelni? Tudtál magadra vigyázni? Vagy tele volt izgalmakkal a gyerekkorod? Nem tudom, hogy mi a veszélyes gyermekkor. Tehát az, hogy most mi veszélyes, mit látunk mi most veszélyesnek, vagy illetve mit látnak a mostani fiatalok veszélyesnek, vagy mi mit éltünk meg, azt a fene se tudja. Tehát gyakorlatilag most, ha fára kell mászni valahol, akkor mindenhonnan leszedik a gyereket. Uh-huh. Eljutottunk odáig, hogy már a cicát sem engedjük fára mászni, mert úristen, mi van, hogyha fennragad a fán. Tehát most ilyen életet élünk. Ezelőtt azért mi volt? Homokbányában ugráltunk? Manapság, hát homokbánya sincs. Uh-huh. Fára másztunk, betört a fejem, hazamentem, még lehet, hogy egy fülest is kaptam, mert jó gyerek voltam, de másnap ott voltunk a fán. Hát manapság hol lehet? A parkban kimenne valaki fára mászni? Hát szerintem lehet, hogy le is nyilaznák. De sok mindent kipróbáltál. Sok mindent kipróbáltam, kicsit későn érő típus vagyok, tehát amikor a többiek már javában ugráltak 6 méterről a homokbányában, vagy a Tiszának a meredek partjáról ugráltak a vízbe, akkor én azt úgy mindig félvetettem meg, mindig csak kisebbet ugrottam. Hát aztán meg nem nőttem ki. Uh-huh. Velem egykorúak azért már most meglett férfi emberek, asszonyok, én meg még mindig ugrálok. Igen. Választott pályád, vagy így alakult, majd ez is ki fog derülni a beszélgetésből. Egy biztos, hogy olyan szempontból történelmet írunk ennek a műsornak a történetében, hogy ugye ez egy portrébeszélgetős műsor egy vendéggel. Ez az egyetlen kivétel, hogy most 3 vendégem van egyszerre, úgyhogy én szeretném, ha be is mutatnád a 2 társadat, akivel érkeztél. Hát, aki itt közvetlenül mellettem van, ő nápolyi, 11 éves labrador, aki 7 hónapos korában került hozzám, mert az előző gazdája nem bírt vele, és azt mondta, hogy nem lehet vele együtt élni. Nekünk olyan jól sikerült egyébként ez az együttműködés, hogy magyar bajnok volt romkutatásban, ezen kívül volt kint világbajnokságon, romkutatáson, ahol nem velem volt, mert én külföldön voltam, sőt, magyar bajnok is úgy lett, hogy én külföldön voltam az Egyesült Államokban éppen hurrikán utáni ilyen viharkár felszámolásban, és úgy vitte el egy jászberényi lány, és így lettek bajnokok, így volt a világbajnokságon 12. vagy 13. Talált élő embert, találtunk olyat, aki már nem élte túl, de gyakorlatilag vele úgy kerek lett az életem. Aztán, megcsináltuk Párizsban a legmagasabb, világon elérhető legmagasabb mentőkutyavizsgát. Úgyhogy tényleg nagyon sok mindent, az előző kutyám után kicsit furcsa volt, hogy ilyenekre is képes, a másik kutyám teljesen más habitus volt, nagyon ügyes kutya volt, de azért mégiscsak vele értünk el olyan eredményeket, ami vizsgákhoz kötött, illetve az életben is. A másik kutya inkább életben teljesítettünk nehezebb feladatokat is. És Lángos, ő 6 éves kutya, ő területkereső is, illetve romkutató kutya is. Neki még nincsenek ilyen eredményei, vizsgákhoz már, illetve versenyekhez már nem is lesz, mert nem fogom csinálni, nem látom értelmét. Úgyhogy ő előtte még azért van jó néhány év munka, egyébként még nápolyi is dolgozik, attól függetlenül, hogy 11 éves. Te nem csak a gazdijuk vagy, hanem a főnökök is, hogyha úgy tetszik, tehát neked ők nem csak a
kis kutyáid, ölebjeid, hanem a munkatársaid is, ha fogalmazhatok így. Ez így van. Ez így van. Gyakorlatilag családtag. Amikor arról van szó. Amikor arról van szó, akkor munkatárs. És hát természetesen én vagyok a főnök. Úgyhogy innentől kezdve ezeket a helyeket le kell osztani. Minden kutya tudja az életemben, hogy kinek hol van a helye, és mikor, mit kell csinálnia. Tehát gyakorlatilag, amikor arról van szó, akkor ő egész nap fekszik, nem csinál semmit, persze egyik sem tud feküdni, mert mind a kettő hiperaktív, és amikor pedig munkáról van szó, akkor kőkeményen én vagyok a főnök. A határaikat te ismered? Tehát tudod, hogy mit lehet még elvárni tőlük, és mi az, ami már nem fog menni? Hát ez egy alapfeltétel, hogy ismerjük a kutyánkat. Amúgy mit várnánk el? Tehát, hogyha nem ismerjük a saját kutyánkat, nagyon sok gazdi van, ugye most ez a kedvenc kutyás, hobbi kutyás, állattartás, ugye ez most gyakorlatilag nagyon-nagyon fut, nagyon-nagyon megy. Csak az a baj, hogy a kutyákat nem ismerik a saját gazdájuk sem. Nem ismerik a fajtát, nem tudják, mit vesznek. És aztán utána meg jönnek a problémák. Amit ő lehet, nem is lesz észre, mert neki ez a természetes. Én kutyás szemmel, kutyakiképző szemmel látom azt, hogy te jó ég. Hát ez most, ennek gyakorlatilag nem bíznék rá képzett kutyát sem. De hát ez most divat. Úgyhogy most ez. Elsősorban rólad szeretném, hogy beszélgessünk, de még mindenképpen feltenném azt a kérdést, hogy kapcsolódva az általad említett egy-két vizsgához, amire ugye bizonyítványt kapnak, vagy kaptok a kutyusokkal együtt, hogy ha a történelembe vissza akarunk menni, mióta hivatalos ez, hogy a mentőkutyák ugye vizsgáznak, és hogy valamiféle elismervényt kapnak arról, hogy ők mire képesek, és miben lehet őket igénybe venni? 93 óta van, tehát Magyarországon mentőkutyázás. Akkor az első, az még nem is úgy volt, hanem a belügyminisztérium által kiadott tanúsítvány volt bányamentőkutyáknak. Tatabányai bányászok, bányamentők voltak azok, akik az első három kutyát kiképezték, és ők kaptak ilyen tanúsítványt. Aztán utána ez odáig fejlődött, hogy most már azért vizsgázni kell a mentőkutyáknak, hát ugyanúgy, mint ahogy kint az utcán az autóban, aki ül, feltételezzük, hogy nagy valószínűséggel van jogosítványa, hát a mentőkutyának is feltételezzük, hogy nagy valószínűséggel van egy mentőkutya vizsgája, mert azért még nincs minden kutyának. Van azért, mert előfordulhat az, mert még nem jutott el odáig, tehát még tanulókutya, illetve hát van egy-két szabad csapat, azért valljuk be őszintén, akik hazárdíroznak egy ilyennel. Úgyhogy én 1998-ban kezdtem el foglalkozni mentőkutyával, és 2004-ben volt az első vizsgázott mentőkutyám. A megye első vizsgázott mentőkutyája az enyém volt. Még a múlt évezredben, ha fogalmazhatok így, 1999-ben úgymond hivatalosan is formát öltött az az egyesület, amely hát elég masszívan jelen van a te életedben. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesületről van szó, és szerintem azért ennek az egyesületnek a létét, akik itt élnek a megyében és a környéken, azért tudják, vagy tudnak róla. És ugye az igazi probléma az, hogy főként akkor kerül a középpontba a ti nevetek, vagy a tevékenységetek, amikor baj van. Viszont az nagyon pozitív oldala ennek a történetnek, hogy azért tudtok szóba kerülni, mert segíteni is tudtok. A te életedben ez az elég veszélyes segítés egyébként, ez mikor jelent meg? Vagy mit tettél te azért, hogy ez így alakuljon? Nem tudom. 95-ben jelentkeztem egy csapatba. Én csak ilyen futottak még kategóriában, jelentkezett még. Akkor én elég sok mindent csináltam, tájfutó voltam, még triatonoztam, triatonversenyeket szereztem. És még nagyon fiatal voltál. Én most is fiatal vagyok. Ez igaz, csak 95 az azért. És akkor a polgári védelem szervezett egy gyakorlatra, ami Ukrajnában volt, egy csapatot, amiben voltak búvárok, voltak barlangászok, voltak EÜ-sök, kutyások,
És akkor még nagyon gyerekcipőben volt a kutyázás is, ugye előtte 93-ban indult az egész, és akkor én oda jelentkeztem. De én létszámon felüli voltam, ráadásul nem barlangász. És akkor így hegymászóként azért kerültem be, mert az egyik srác azt mondta, hogy na, ő nem megy ki Ukrajnába, ő inkább megy egy versenyre. És akkor ő elment a versenyre, én pedig elmentem Ukrajnába. Na most abból a csapatból gyakorlatilag már senki nincs így benne, én pedig még mindig itt vagyok. És aztán újra szerveztük ezt az egészet. Ugye polgári védelem nem nagyon foglalkozott velünk még abban az időben. És aztán 99-ben összejöttünk néhányan, ismerősök, barátok, és akkor lett a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület. De ti akkor egy borzasztó nagy dolgot vállaltatok, és tettétek le az úgymond alapköveit ennek a folyamatnak. Azért ez egy komoly vállalás az ember jövőjét tekintve. Mert attól függ, hogy milyen értelemben. Ez az örök készenléti állapot például, az erőnlét folyamatos fenntartása, és sorolhatnám a váratlan helyzetek, mert ugye még az se lehet, hát honnan lehetne tudni, hogy mi adódik, mi fog történni. Persze, nagyon-nagyon sokáig úgy működött a csapatunk, hogy tényleg odafigyeltünk az erőnlétre is, mindenre készenlétet adtunk, aztán egyébként változik a világ. Már most idézőjelben kevesebb szükség van ránk. Már most nincs az, hogy tudod, ezelőtt úgy volt, hogy hazamentünk, és akkor tudtuk azt, hogy nyár van, kánikula, vasárnap, hazamentem mondjuk egy kutyasétáltatásból, és akkor az ember mit csinál? Ebéd után iszik egy pohár sört. Mi nem ittunk. Tehát mi abban az időben nem ittunk. Mert tudtuk azt, hogy bármikor lehet esemény. Nagyon sokat jártunk a Tiszára vízbe fulladt embereket keresni. Hát és ugye ezt nem lehet úgy megtenni, ráadásul mindenki autóval volt, tehát azért a találkahelyen azért ott kellett lenni, és nem volt kérdés az, hogyha nagyon valami ünnepi volt, akkor szóltunk egymásnak. Már most nincs erre szükség. Tehát már most megihatunk. Már nincs ilyen gyakorlatilag. Most, jó, most ebben az évben azért elég sok vízbefulladás volt a nyár elején. Hogy az minek következménye, hogy a Covidnak, hogy kiszabadultak az emberek, ez volt az első olyan nyár, amikor szabadon lehetett menni. Vagy annak az, hogy nincs annyi vízbefulladás, hogy mindenki inkább a telefonját simogatja, vagy ül a gép előtt, ezt én nem tudom elmondani, én csak annyit tudok, amit tapasztalok, hogy jóval, de jóval kevesebb van. És már megtehetjük azt, hogy nem megyünk. Illetve nagyon sokszor nem szólnak, vagy későn szólnak a hivatalos szervek is. És nem azért, mert nem tudnak rólunk, hanem valahogy most más trend van. Egyébként több csapat is van, tehát jobban megosztik a tevékenység. Hát azért ez egy kulcsgondolat, amit itt a végén mondtál, hogy több csapat is van. Azért az mindenképpen dicséretes, hogy 1999 óta ti egy létező, működő egyesület vagytok. Milyen esetekben tudtok segíteni? Mikor kereshetnek benneteket? Hát most figyelj ide, gyakorlatilag fel sem tudom sorolni. Tehát rengeteg vízben eltűnt személy, amit az előbb meséltem. Igen. Elkóborolt beteg emberek, gyerekek keresésében vettünk részt. Kútból mentettünk kutyát, macskát, szárazból, illetve vizesből is. Fáról szedtünk le, még galambot is, mert a horgász zsinór rátekeredett a lábára, és felakadt a galamba fára. De viharkároknál a tetőt feltépte a szél, a fa ráborult, leszakadt egy ág, játszótéren darásfészek. Tehát egyszerűen fel sem tudom sorolni tényleg, hogy mennyi mindent csináltunk már ez alatt az elmúlt 21 néhány év alatt. A ti neveteket tehát nem csak hazai közegben ismerik, hiszen az imént például az Amerikai Egyesült Államokról tettél említést, hogy oda is feladat hívott benneteket, de milyen más külföldi területeken, katasztrófa sújtott a területeken jártatok? Én annak idején még a 98-as árvíznél találkoztam Pavelce Lacival, aki azóta a Baptista Szeretett Szolgálatnak az egyik vezetője, veszélyhelyzetkezelési igazgatója.
Na és lényeg az, hogy 99-ben én mindig nyaggattam, hogy 98 után az árvíz után, hogy menjünk már, mert hát ez mégiscsak egy nagyobb szervezet, tanulni, gyakorolni, tudtam, hogy mivel foglalkoznak, mit csinálnak, és aztán 99-ben felhívott, hogy na figyelj, akkor Kolumbiában földrengés volt, indulunk ekkor és ekkor, tudsz-e jönni? Mikor kell választ adni? Hát most indulunk, nem sokára, jössz vagy nem jössz? Hát akkor megyek. És gyakorlatilag így indult el az egész, tehát ugye földrengéseknél jártunk, jártunk számos helyen, mert Indonéziától elkezdve a csapatunk volt Iránban is, illetve Törökországban, török földrengésnél, India, Indonézia, Pakisztán, hát nagyon sok helyen, és jártunk a hurikánok után például kárfelszámolásnál, kárenyhítésnél, de voltunk Albániában, amikor a koszovói menekülteket segítettünk ellátni a határon. Árvíznél, ugye a szomszédos országokban, Szerbiában, buszbalesetnél, ami beleesett a Tiszába, ugye 28 ember hullámsírja lett gyakorlatilag akkor a Tisza, és azért azt el kell mondani, hogy ezeket a tevékenységeket, amit kint folytatunk, azt nem mi szervezzük meg. Uh-huh. Tehát a baptista szeretetszolgálat az, aki rendszerint felkér bennünket ezekhez a külföldi tevékenységhez, illetve volt, amikor az adventista szeretetszolgálat vitte ki csapattársaimat. És azt hogy tudjátok megcsinálni, hogy amikor szólnak, akkor tudtok indulni? Tehát olyan a hétköznapi életetek, ha fogalmazhatok így, hogy tudtok menni, amikor kell? Van, akinek olyan, van, akinek nem. Ezelőtt könnyebb volt, tehát 20 évvel ezelőtt könnyebben el tudtak jönni az emberek, most már nem. Uh-huh. Tehát most azért ez úgy működik, hogy nagyon szűkös az a szabadidő, amit erre lehet fordítani. Én, mivel ipari alpinistaként dolgozom, vállalkozóként, én könnyebben meg tudom tenni, ehhez még egy dolog kell a családomon kívül, aki megértést tanúsít, az, akinek a munka meg van ígérve, és nem érek oda. Úgyhogy, de hát buktam én ettől el, vagy ezért el gyakorlatilag nagyon jó munkákat is. Hát úgy vagyok vele, hogy nem tudok vele mit csinálni. Ezt szeretem csinálni. Ez van, igen. Szoktam mondani, hogy nekem a munkám a hobbim, a hobbim a munkám. Tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy hányan vannak így az emberek között az országban, de én ezt szeretem csinálni. És én ezért nagyon sok mindent feláldozok. Igen, tehát ezt el tudjuk képzelni. Mert ugye sokszor egy-egy ilyen segítő munka azért jó sok napot igénybe vesz. Igen, igen. Tehát azért az... Egyben. Igen, igen. Ne menjünk tovább, itt volt a 2001-es tiszai árvíz, akkor én nem is folyamatosan, de több mint 2 hónapot voltam ott. Tehát azért ez tényleg egy olyan áldozat már akkor, hogy ott mindenki részéről, tehát a család részéről is, illetve nekem is, meg hát mondom azoknak is, akiknek megígértem, hogy elvégzek valamilyen munkát, és nem vagyok ott. Amikor véget ér egy-egy ilyen hosszabb etap, akármennyi nap is legyen, elbírom képzelni, hogy milyen fizikai fáradtság lehet rajtatok, és akkor hazajöztek, és akkor kell menni dolgozni. Hogyan lehet azt a erőnlétet fenntartani, ami ugye szükséges ahhoz, hogy ott tudjátok folytatni az egyiket, ahol a másik véget ért? Illetve pszichésen ti tudtok-e magatoknak segíteni? Indiában 6. napon találtunk 2 szemét, aki a romok között rekedt, és miután visszamentünk a sátorba, hajnali 1:30-kor, gyakorlatilag, ha valaki ezt kívülről hallotta, akkor biztos, hogy megrökönyödött, mert zengett a sátor a nevetéstől. Tehát az már nem is nevetés volt, az már röhögtünk, sírtunk a nevetéstől. Egyik poén a másikat szülte. Gyakorlatilag mi valahol ezt így éljük meg, hogy persze ott volt egy nagyon rossz esemény,
voltak halottak, de találtunk két túlélőt. Másnap az újság címlapján voltunk, úgyhogy, de nem a címlapért csináltuk, hanem nyilván. Gyakorlatilag nem is tudtuk, hogy ott van, hát nem veszük észre. Nagyon sokszor ez úgy van, hogy egy-egy eseményen, mikor részt veszünk, és akkor lezajlik, és a végén valaki csinált fényképet? Ó, senki. A fenében, majd egyszer hozunk már magunkkal egy fotóst. Na ez így megy több mint 20 éve. Tehát gyakorlatilag nem jutunk el odáig, hogy normális fotókat csináljunk. A másik példa az árvíz. És toltunk be egy csónakon, ilyen gumiruhában, toltunk be csónakon egy nénit, illetve a lányát, és mi ott is nevettünk, poénkodtunk, ők pedig sírtak. És akkor megjegyezte a néni, hogy hát de fiatal emberek, hogy maguk miért nevetnek, amikor nekünk ilyen nagy bánatunk van. És akkor én mondtam azt, hogy hát a csókolom, az a baj, hogyha mi mindenkinek a fájdalmát magunkra vennénk, akkor nem tudnánk csinálni. Akkor kitolná be ezt a csónakot. És aztán a néni is, persze egyébként mi is elgondolkodtunk, ugye ott befejeztük, de aztán később a néni is elkezdett nevetgélni már, amikor bevittük, és akkor már ő is volt olyan, hogy már akkor velünk együtt, ott kicsit bent a háznál, ugye látta, hogy mi van, vagy mi az, ami tönkrement, és utána ő is idézőjelben felvette ezt a ritmust, amit mi úgy éltünk. Persze sírdogált egy kicsit, de aztán segítettünk, és megnyugodott. Nektek tudni kell mindent földön, vízen, levegőben, nem, ott nem, de milyen helyzetek lehetnek, tehát mihez kell érteni? Említetted ugye a hegymászást, említetted a barlangászást, hát nyilván búvárkodni is tudnotok kell. Mi minden szükséges ahhoz, hogy alkalmasak legyetek a különböző helyzetekre? Na most a mi esetünkben mi egy komplex csapat vagyunk. Tehát, mint ahogy látszik, vannak kutyások, vannak közöttünk orvosok, van búvár, van vízimentő, van önkéntes tűzoltó, tehát nagyon sok, tehát gyakorlatilag nagyon sok rétű a csapatunk. Mindenki valamit tud nagyon jól. Igen, és vannak átfedések. Uh-huh. Vannak olyan csapatok, akik mondjuk csak mentőkutyáznak. Ők nem tudnak alpinozni. Én mindig úgy próbáltam összeszedni a csapatot, hogy legyen ilyen is, legyen olyan is. Évekkel ezelőtt láttam azt, hogy egyre több a vihar. És akkor olyan ismerős, jártam fűrészes versenyekre, és ott összeismerkedtem srácokkal, akiknek tetszett ez az egész, és akkor mondtam, hogy ha olyan van, akkor eljönnétek-e. És gyakorlatilag az országban először mi vizsgáztunk ebből a tevékenységből, ez a viharkár elhárítási tevékenység, mert ezelőtt mindig földrengésre készültünk, az országban rengeteg csapat. És akkor én is mondtam feljebb is, hogy gyerekek, jó ez a földrengés, jó, hogy mindenkinek már romkutató kamera kellene, meg ilyenek. Na de hát itt látszik az, hogy egyre több a vihar, hogy erre kellene készülni, és ebből. És aztán végül tavaly, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt az országban először mi vizsgáztunk. Ezt is megkérdezem, bár nem tudom, lehet, hogy felesleges kérdés, hogy mi van akkor, ha nem tudtok segíteni, nem tudtok mit csinálni? Az milyen érzés, vagy az akkor hogy kell tovább lépni? Nagyon kevés ilyen eset volt egyébként, hogy nem tudtunk segíteni, mert akkor is megtaláljuk azt a rést, ahol mégiscsak tudunk. Tehát volt ilyen is egyébként, amikor idézőjelben én omlottam össze, Pakisztánban földrengés, ahol nem találtunk túlélőt, és látszott, hogy egyéb sérüléseikbe fognak belehalni a károsultak, illetve akik balesetet szenvedtek, és ott mondtam a csapatvezetőnknek, hogy figyelj, menjünk haza, hát úgysem tudunk semmit csinálni. És aztán mondta, nem, figyelj ide, mi csinálunk egy részét, ti pedig ezt fogjátok csinálni. És gyakorlatilag kellett akkor ez a helyrebillentés, hogy jó, hát igaz, ott nagyon kevésszer blokkoltam még így le, tehát nem szoktam pánikolni, egyszer volt talán barlangban, amikor nem találtam a kijáratot, én voltam az utolsó, és mindenki kiment. És akkor, akkor én szedtem össze a kötelet. Akkor volt egy olyan, amikor így elfogott a pánik hangulat, illetve egyszer búvárkodás közben. Tehát azért mi a búvárkodásnak nem azt a műfaját választottuk, hogy tengeren, ugye a tiszta látótávolság, sodrásban, akadóban, fák között, holttestet keresni. Tehát nulla látótávolság, teljesen sötét van 5 méter alatt. Tehát azért ez nem egy felemelő búvárkodás, búvárélmény.
És gyakorlatilag ezeken így át kell billenni. Van olyan, aki nem tudja ezt csinálni, hál' Istennek én tudom csinálni. És még az előző kérdésre visszatérve, hogy hogyan. Majdnem mindenki sportol valamit egyébként közöttünk, van, aki csak túrázik. Én például most már esett az eső, néztem már Tátrában a hó jelentést, meg a jég jelentést, hogy na mikor lesz már mászható jég. Én már most alig várom, hogy mehessek jeget mászni. És volt már olyan helyzet, hogy rajtad kellett segíteni? Persze, hát hogyne. Hát volt úgy, hogy a kezemben maradt egy ekkora kő, leestem szikláról, és mind a két lábamat eltörtem. Ez mikor volt? Egyszer egy nyaralás első napján Horvátországban. Ja, és ez nyaralás volt? Persze. Na, ezek az érdekes helyzetek. De kint maradtunk, helyzetek. Ott maradtunk. Többiek vittek, csapatból voltak ott többen is, vittek a hátukon, búvárkodni is akartunk, felvettem neoprén térdvédőt, négy kézláb mászkáltam. Másnap már tengeri kajakban ültem az egyik vízimentő barátunkkal, aki, hogyha véletlenül el is süllyedek ugye gipszes lábbal, akkor ki tudjon húzni. És mosolyogsz rajta. Ja. A ti munkátokat azon túl, hogy mi csodálattal nézzük, átlag ember, hát én feltétlenül, tehát én ebből semmit nem tudnék csinálni, amit te most felsoroltál. Persze az ember egy hirtelen helyzetben megpróbál segíteni. Az egy más dolog, a hozzáállás, és hogy te ezeket nem tudnám csinálni, ez biztos. Valakik el tudják másképp ismerni a munkátokat, mint mi, akik együtt érzünk magunkban, megtapsolunk benneteket. Az ország. Egy másik ország. Igen, tehát azért vannak többen a csapatból, akik kaptunk már elismeréseket. Várostól, megyétől, belügyminisztertől, akkor nem tudom milyen minisztertől, katasztrófavédelem országos vezetőségétől kaptunk mindenféle elismeréseket. Az emberektől is időnként. Egyébként nagyon ritka. Tehát majd, hogy nem meg tudnám számolni, hogy hányan voltak olyanok, akik de ez teljesen érthető. Tehát ott annak a tragédiának a kellős közepén valaki oda jöjjön és azt mondja, hogy köszönöm, fiúk. Tehát volt ilyen, hogy a 18 éves fiát elvesztette a szülő a 18. születésnapján, és nem találtuk meg, mert nagyon nagy volt a sodrás, és aztán azt mondta, hogy nem menjetek sehova. És adott egy liter pálinkát, és azt mondta, hogy fiúk, ezt igyátok meg. Köszönöm szépen. Tehát van ilyen. Van olyan, aki két hónap múlva tudott fölhívni telefonon, és akkor tudta azt mondani, hogy köszönöm szépen. Volt olyan egyébként árvíznél, akitől én nagyon szeretem a paradicsomlevet is. És akkor kaptam egy üveg paradicsomlevet, hogy akkor köszönöm, megkérdezte, hogy mivel kínált meg. Hát mondom, én láttam, hogy kipakoltuk a spájzt, hogy egy üveg paradicsom. Hát akkor köszönöm szépen. Tehát, hogy vannak ilyenek is. De egyébként, tehát mondom, így kaptunk sok kitüntetést, voltak olyanok is, ami vicces kitüntetés volt. Volt, amit soha nem kaptam meg, mert beígérték, de aztán nem jutott el idáig. Volt olyan, hogy például bátorság érdemjel, arra felhívtak, hogy felterjesztenénk. És mondtam, hogy hát, tudjátok mit, nekem nem kell. Tehát én így is bátor vagyok. Ha gondoljátok, de hát nem tudják még, hogy férek bele a lészem. Azért mondom, hagyjátok, nem kell ez nekem. Nem is kaptam meg. Tehát, hogy egyébként nem is vágyom rá. Tehát ezek olyanok, hogy történetnek nagyon jó. Tehát még jobb, mint hogyha megkaptam volna. Igen, mert akkor... Tehát akkor mi? Egy fél mondattal elintéztem. Igen. Te nyíregyházi vagy, Timi? Igen. És még mindig itt vagy Nyíregyházán. Maga a város is ad olyan feladatot, vagy adott az elmúlt 23 évben, ha jól számolom, amihez kellett az Egyesület munkája? Persze. Tehát azért mi ennyi idő alatt a hivatalos szervekkel ugye nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni és ápoltunk. Illetve hát most azért felborult ez a rendszer, tehát azért lássuk be, hogy már most teljesen más világot élünk, mint 20 évvel ezelőtt. Úgyhogy megpróbálunk ehhez alkalmazkodni, de az, hogy a városnak mindig is dolgoztunk,
az gyakorlatilag az első perctől kezdve. Utolsó kérdésem az úgy hangzik, hogy visszatekintve erre a pár évtizededre, mire vagy a legbüszkébb? Hát ilyen nincs. Nem tudok ilyet mondani. Annyi minden van, hogy nem tudok ilyet mondani. Büszke vagyok a kutyámra, amit elértünk, büszke vagyok, amit búvárkodásban elértünk, büszke vagyok arra, amit viharkároknál elértünk, amit tudtunk csinálni. Gyakorlatilag én csak arra vagyok büszke, hogy van egy jó csapatunk, és ezzel a csapattal nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Hát de ez nem kis dolog. Ez nem kis dolog. Mi az a fajta csapat vagyunk, ami egyébként így a mai világunkban nagyon nagy probléma, hogy van az ember tragédiája. És ez tényleg az ember tragédiája, amikor ugye Lucifer azt mondja, hogy a tett halála az okoskodás. Tehát arra nem vagyok büszke, hogy mindent papírozni kellene, mindent szabály szerint kellene csinálni, és én nem úgy csinálom. Nagyon sokszor nem úgy csinálom. Nem csinálom szabály szerint, mert úgy nem lehet megcsinálni. Tehát kitalálják azt, hogy hogyan kellene megcsinálni, de azok, akik az íróasztalnál ülnek, ők soha nem csináltak ilyen tevékenységet, tehát az, aki ezt kitalálja, az nem tudja egyébként valójában, hogy lehet megvalósítani. És mondjuk azért arra egy kicsit büszke vagyok, hogy van olyan barátom, aki azt mondta, hogy mire másnak eszébe jut, hogy mit kellene csinálni, addigra Vincellér Tibi már meg is csinálta. Tehát, hogy én így vagyok ezzel, hogy inkább megcsinálom, mint hogy okoskodjak. Na, hát köszönjük szépen, Tibi, remélem, hogy nagyon sokan végighallgatták ezt a beszélgetést, és vigyázz magadra. Időnként elmegy szabadságra az őrangyalom, olyankor baleset ér, egyébként sajnos adok neki munkát. Vagy nem sajnos? Vigyázz magadra. Köszönöm szépen.